A program célja, hogy főként a Szorványban, ahol igen sok a vegyes házasság, minél több szülő válassza a magyar nyelvű oktatást gyermeke számára. A többség, a környezeti többség nyelvén tanulna, akkor a magyar az egy mellékes nyelv, vagyis kultúra maradna, és soha nem menne a kezébe egy magyar könyvet. A tanszercsomagokat Erdély Lenke, a Magyar Nemzeti Tanács újvidéki képviselője, és Vicsek Anna Mária, a Vajdasági Pedagógiai Intézet munkatársa osztotta ki. Megyek a Patilába. Az, hogy megőrizzük a magyar nyelvet, nagyon fontos, és az csak intézményes keretek között működhet. Tehát, hogyha magyar nyelven tanul a gyermek az iskolában, és hogyha otthon két nyelven folyik a kommunikáció, vagy esetleg csak szernyelven, akkor is el fogja sajátítani a magyar nyelvet. A támogatások mellett a gyermekeknek szinte csak az iskolatáskát kell megvenniük. Újvidéken 4 általános iskolában folyik magyar nyelven az oktatás. Te melyik iskolába fogsz iratkozni? Petőfi Sándorba. A József Attilába. És miért tetszik az iskola? Látod az iskolát? Azért, mert szeretek tanulni nagyon. A program keretében 350 tanszercsomagot ajánlottak fel a Szorványban első osztályba induló kisdiákok számára, valamint szeptemberben még 10 000 forint értékű egyszeri támogatást kapnak az elsősök.